Jacke, Rej. Kína kívason jogát, futás körbe, Kína szélét. Egymás köszöntésével, majd bemelegítéssel indult a délutáni edzés a Budafoki Küzdősport Egyesület nyári táborában. Az idén 3 turnust szerveztek, ahol kezdők és már gyakorlottabb sportolók dzsúdózhattak egy héten át. A táborba 3 éves kortól lehetett jelentkezni. Fiúk, mit tetszik a táborban? Lehet erősödni, jók az ételek, kimegyünk játszóra. Játékok, edzések, minden tetszik. Hát nekem is minden tetszik. Az a legjobb benne, hogy reggel megjövünk, akkor reggeli után van egy kis szabadidő, utána elmegyünk futni, utána elmegyünk a játszótérre, és azután egy kis szabadidő, és utána jön az edzés. És a legjobb, hogy együtt vagyunk. A nap reggelivel, majd szabad foglalkozással indult. A kültéri edzések a nagyobbaknak futásból, a kicsiknek játszóterezésből álltak, majd jött a várva várt ebéd. Akkor a délután az övvizsga elméleti oktatásával folytatódott, ezt követte mindenki kedvence, a délutáni nagy edzés. A dzsúdó több dolgot is megtanít a gyerekeknek. Szerintem nagyon fontos, hogy egy gyereket az életre neveljünk, egy sport által, és hát a dzsúdó nagyon jól megadja. Tehát a fegyelem, a tisztelet erre tanítja őket legfőképpen, és nagyon fontos a technikai része is, ugyanis bejön egy kezdő, akkor ugye a hátraeséssel fogja kezdeni a dzsúdó technikáknak az elsajátítását, az esés technikák, és ezt a hétköznapi életben is tudják hasznosítani a gyerekek. Kérek szépen egy leszorítást, egy rizsutos leszorítást, rendben? Kubikata, nem kell kiszabadulni, jó? Így! 4! Kristóf! Kristóf, mi a jó a dzsúdóban? Az a jó, hogy edzünk, mert az erősödik, és hátraeséseket csináljunk, és az a jó, hogy játszhatunk, amikor megjövünk. Gyerünk! Beszéltek meg a taktikátok, ott jó, az meg lesz. Bebe, mi tetszik a dzsúdóban? Hát, a legjobban a játékok, de nagyon szeretem az edzést. Ennyi. Zafira? A játékok a legesleges legjobbak, de én a kutyafutást is szeretem. A tábor rendezője a Budafoki Küzdősport Egyesület 2015-ben klubként alakult. Ekkor foglalták el mostani székhelyüket is, a Tolcsvai utcai küzdősportcentrumot. Rá egy évre egyesületté alakultak, azóta évente 3-4 tábort szerveznek. Dzsúdót oktatnak ovisoknak és kisiskolásoknak, de lehet náluk boxolni, aerobikozni, cross-tréningre vagy éppen konditerembe járni. Sok szülő gyermekei edzései alatt itt tölti az idejét. Csive! Gyerünk már! Próbáld meg oldalra ne csavarni! Mi a tervetek a dzsúdóval így a jövőbe? Hogyha támadás ér, ami azért nem nagy esély van rá, akkor meg tudjuk magunkat védeni, erősödjünk vele, és jól nézzünk ki. Hát nekem is, hogy meg tudjuk védni magunkat, és jó dzsúdó versenyző szeretnék lenni. Foglalkozunk versenyzőkkel is. Hála Istennek, van már magyar bajnoki érmes versenyzőink. Úgyhogy aki így gondolja, vagy úgy látjuk mi, hogy tehetséges, és a versenysport felé hajlik, akkor mi ebben tudjuk támogatni és terelgetni az útját. A táborok mellett az egyesület szeretettel várja a kezdő, amatőr vagy profi sportolókat, kortól és nemtől függetlenül egész nyáron, majd ősztől is. Miért kell megtanulni ezt a sportot szerintetek? Meg tudjuk védeni magunkat, erősödjünk, ha ilyen testesek vagyunk, akkor fogyjunk vele, és hogy megvédjük magunkat főleg azért. Nekem azért ajánlották, mert ugye egy kicsit nagyobb darab vagyok, és ez előnye a dzsúdóban, hogy jobban el tudom dobni az ellenfeleket, meg nehezebben szabadulnak ki a ledobásból, vagy a leszorításból,
és ennyi.